Nézze csak, kapott egy gyönyörű szép fagyasztót, egy mosógépet. Jaj, de jó, a mosógép már olyan, hogy téglával van alul kitámasztva. Többek között hűtő, mosógép érkezik ehhez a nehéz körülmények között élő tolnai családhoz. A négy tagú háztartásban a szülők már nyugdíjasok, a két fiúk is velük él, ők egészségügyi problémáik miatt pedig rokkant nyugdíjasok. Cinder Sándorné úgy fogalmaz, a számlákra épp hogy elég a havonta befolyó pénz, nincs már aki segíteni tudna nekik. Előfordult, hogy az édesanyja kukákban keresett ennivalót. Napról napra élnek, a túlélésért küzdenek. Nagyon hálás annak a zombai családnak, akik már második alkalommal szerveztek adománygyűjtést nekik. Csodálatos Isten adománya, meg a hölgyeké, uraké, akik vannak, akik hát jó, meg is engedhetik, de van is rá, hogy mondjam nekik, szívük hozzá, hogy kisegítik a rászorulókat. Két gyerek is rokkant nyugdíjas. Mindegyik a nagyfiam a cukorbeteg, van már neki ilyen zöld hályog is, meg az idegrendszere gyönge, a kisebbik meg hát enyhén egy kicsit nagyon nehezen született, oxigén hiányosan is az agysejtek egy kicsit úgy sérültek. Senkink a világon nincsen. Az a baj, amíg anyámék meg a szegény áldott jó nővéremét, az sokszor segített, mert azért régen is, meg mindig szegények voltunk, Úgyhogy megszoktuk már, hogy a túlélést, hogy mondjam, hogy hát muszáj túlélni, mert itt van a két gyerek, azokat nézem mindig. Az az igazság, hogy a egyik minuszkártyával fizetjük a másikat, adósság. Soha nem megyünk izébe, hogy plusz olyan nincsen, mert annyi nyugdíj nincs, amennyi az adósságunk. Nem iszunk, nem dohányzunk, semmi fölösleg, és az utóbbi években még egy tűt se vettünk, csak ennivalót, meg hát a rezsiket kell fizetni. Ma nem mai gyerekek vagyunk, de hát volt nekem is infarktusom, őnek is volt. Sok betegsége. Az a baj, hogy régen is azért akkor is hajtottunk, mert én szövőnő voltam 3 műszakban, normálban, ott se, nem tudom, ismertek-e vagy a szövődét, hogy akik ott dolgoztak, ott se volt leányálom. Mert egész nap talpon, akkor 12 óráztam nagyon sokszor, mert azért, főleg mikor fiatal voltam, öltözködni szerettem, akkor hát az... De hát most mióta megöregettem, mert azóta nem telik ilyesmi. Ma volt a marhahúsért, hoztam egy kis marhahúst is, cimbernénéknek kaptunk meg szalámit, egy kis sült oldalas, vagy a kávé, egy rizs, tészta. Rizs, kávé, marhahús. A háztartási gépek mellett egy nagy zacskó élelmiszert is hozott a zombai család. Manner Tiborné Tóth Éva azt mondja, tavaly karácsonykor szerveztek először adománygyűjtést, amivel 13 rászoruló családnak szereztek örömet. A családanya szegény körülmények között nőtt fel, gyakran éhezett. Azonban jóra fordult sorsa, és úgy érezte, segítenie kell. Férje mindenben támogatja. Húsvétkor is szeretnének adakozni, ezúttal 20 rászoruló családnak. Fiókos fagyasztószekrényt hoztunk, mikrót hoztunk, a kávégép az otthon maradt, de az nem jelenti azt, hogy otthon is fog maradni, és nagy sietségbe. Mikrót hoztunk, mosógépet hoztunk, egy kis élelmiszer, gyorsan, amit tudtam, összepakoltam otthon, mert már arra nem volt idő, hogy jobb boltba is elmenjünk. Egy nagy 139 centis tévét, amit már régóta ígértem. Nagyon sok felajánlást kapunk tartós élelmiszerbe és mindenbe, de ez külön nekik szólt, tehát külön gyűjtöttem egy adománygyűjtést, mikor én minden este bejelentkezek egy órát, másfél óra hosszát. Az embereket próbáljam imitálni arra, hogy milyen jó segíteni, és milyen jó látni az emberek arcán, hogy tudnak örülni neki. És ugye, hát a néni is mondta, hogy csak meg a bácsi is, hogy csak filmben látott ekkor a tévét, hát akkor legyen meg ez az öröm. A tavaly évben azt mondom, hogy annyi minden jó dolog történt velünk. Én tudom azt, hogy nekem nagyon nehéz gyerekkorom volt, tehát hát én sokszor tudtam azt, hogy mi az a nincs, és valahogy én nagyon is együtt tudok érezni, így, és így tudtam volna örülni egy Barbie babának is, ha lett volna, de nem lett. És hát lett egy nagyon jó ismerős szomszédunk, de akkor már 13 éves voltam, akkor már én 14 évesen már dolgoztam, úgyhogy már akkor nem nagyon, de még a mai napig is valahol megvan az a Barbie-ba. És onnan jött ez az ötlet, hogy ennyi mindent kaptunk, az okkal van, akkor próbáljuk meg adományt gyűjteni másoknak is, és segítsünk másoknak is. És akkor én körülbelül ilyen megközelítőleg
Hát mennyi, 50 ezer forint értékbe tudtunk családokhoz kivinni adományt, ahol még ma is kaptunk visszajelzést, hogy még ma is van a lisztből is, úgyhogy azért, na, sikerült. Voltunk olyan családnál, hogy azt mondta a hölgy, hogy 22 ezer forintja marad, amikor kifizet mindent. Mi az a 22 ezer forint? Az autómat megtankolom, és pont annyiba került. Akkor mi az a 22 ezer forint? Akkor ezek az emberek még egy kávéra se tudjanak elmenni valahova, egy kávézóba. Holott ez egy alap dolog lenne. Egy alap dolog, vagy a kislányát, vagy a kisfiát elvigye egy fagyizóba. Mert nem tudja, mert ugye elmegyünk fagyizni, kávézni, az legalább 5-6 ezer forint. És hol ez a világ? Segítsünk!